Drága embertársak, a vallás, mindenféle vallási irányzat azt akarja, hogy elhidd, hogy hiszel Istenben. Azért mész templomba, gyülekezetbe, különböző közösségekbe, hogy azt hidd, hogy hiszel Istenben. Mert amíg valaki Istenről beszél neked, addig azt hiheted, hogy te hiszel Istenben. A vallás, minden vallás, ami itt a Földön van, a sátáné, avagy a megtévesztés eszköze, az összes vallás a megtévesztés eszköze, kivétel nélkül. És azt akarja elhitetni veled, és mindenkivel, hogy hisznek Istenben. Mert ha az ember elhisz egy vallásnak, egy vallási felekezetnek, egy szervezetnek, hogy ő hisz Istenben, akkor már nem kell ő Isten igazából higgyen Istenben. Mert ő már elhitte, hogy hisz Istenben. Gondolkodj, miért mész templomba, miért mész gyülekezetbe? Hogy elhidd, hogy hiszel Istenben. Ha valóban hinnél Istenben, és összevonnál kapcsolva vele, akkor neked nem volna szükséged sem rám, sem senkire, semmilyen emberi szervezetre, vallási felekezetre, hogy azt hidd, hogy hiszel Istenben, mert az Isten maga mondja neked, hogy ott van veled, te érzed őt, nincs szükséged az én szavaimra, a papok szavaira, a vallási vezetők szavaira, hogy azt hidd, hogy hiszel Istenben. A vallás az, ami a rendszerben tart, a rendszer szolgájának képez téged gyakorlatilag. Mert amíg a rendszer mondja, amíg a vallás mondja, hogy hiszel Istenben, addig te az Istent, a mindenható Istent a vallással azonosítod, és nem találkoztál még mindig vele. Neked Isten mondta, személyesen kijelentette, hogy te hiszel neki, hiszel benne? Mert ha ő mondja, és neked minden nap ő kijelenti magát, akkor te nem jössz hozzám, nem jössz semmilyen vallási felekezethez, sehova nem mész, nem kell menjél, mert a magasságos, mindenható Isten jelenti ki neked, hogy hiszel benne, és hallod az ő hangját, a neveden szólít, beszél hozzád, megértésekben, kijelentésekben, az evangélium által, a Biblia által, sugallatokkal, intuícióval, álmokkal, és folyamatosan hallod őt. Nincs szükséged egy másik emberre, hogy meggyőzzön téged, hogy te hiszel Istenben, mert a magasságos Isten, a mindenható maga győz meg téged személyesen, hogy te hiszel benne, össze vagy kapcsolva vele. Mit keresel a gyülekezetben, a felekezetben, a vallásban? Akár ezen a YouTube csatornán ezt kerested, ezt a kijelentést kerested. Hallani akartad azt, hogy mindenkit az Úristen személyesen győz meg arról, hogy ő vele van. Ha ráfigyelünk, az ő hangját fürkészük mindenben, mindenhol, mindenütt. Teljes szívemből kívánom neked, hogy ő győzzön meg téged, hogy te hiszel-e benne. Ha ő téged nem győzött meg, mert az ő szavát nem kerested, és nem hallod az ő hangját, nem kapsz tőle személyesen megértéseket, akkor mehetsz le is, fel is, akármelyik vallási felekezetbe. Mert hazugsággal győznek meg téged, meggyőznek arról, hogy te hiszel Istenben, holott nem is találkoztál vele. Nem kerested őt személyesen, nem hallottad az ő hangját, nem kaptad folyamatosan tőle a kijelentéseket, és nem adtad tovább folyamatosan a kijelentéseket tőle. Az a bizonyítéka annak, hogy te nem Istenben hiszel, hanem egy YouTube csatornában, egy vallásban, hogy nincs, amit tovább adja. Hogy csendben tudsz maradni, hogy be tudod fogni a szádat,
Ez a bizonyítéka annak, hogy te nem Istenben hiszel, hanem egy vallási felekezetben. Akik elhitetik veled, hogy hiszel Istenben, egy lengyel mártír mondta, feltetőleg Richard Wurmbrandnak a barátja volt, hogy két típusú ember van a világban. Az egyik hisz Istenben, hisz Istennek, ismeri őt, hallja az ő hangját, és a másik azt hiszi, hogy hisz Istenben. A legtöbb ember a második kategóriában van. A legtöbben azt hiszik, hogy hisznek Istenben. És ezt a hiedelmet ők megvásárolják a tizeddel, a persejpénzzel, Biblia tanfolyamokkal. De Istenben nem hisznek. Istenen nem találkoztak. Ha találkoztak volna, akkor nem templomba mennének, nem gyülekezetbe mennének, hanem az utcára, az emberek közé, hogy világítsanak, hogy minél többen megmeneküljenek, azáltal, hogy látják az Istenben járónak a járását, a szeretetét, a bölcsességét, a kijelentését, és még többen és még többen megkívánják a személyes kapcsolatot Istennel. Mert Istennel a kapcsolat vagy személyes, vagy pedig nem létező. Templomba jártál mostanig, gyülekezetbe, hogy valaki elhitesse veled, valaki téged meggyőzön arról, hogy te hiszel Istenben. Miért van neked szükséged egy másik emberre, hogy meggyőzön téged arról, hogy te hiszel Istenben? Azért, mert Istent magát nem hallottad, talán nem is akartad hallani. Kényelmesebb volt nem hallani, nem tudom. A te bajod, ezt te tudakold meg tőle. Az biztos, hogy aki találkozott vele, nem kívánkozik sem templomba, sem gyülekezetbe, hanem az aratásba, a gyümölcsösbe, a szőlőbe, mert munka van, amit ő örömmel végez. Őt nem kell meggyőzni arról, hogy hisz Istenben, mert a mindenható Isten, amikor ő kiáltott hozzá a válaszával, meggyőzte őt arról, hogy hallja őt, hogy ott van vele. Nincs szükséged emberekre, hogy meggyőzzenek téged arról, hogy te hiszel Istenben. Ha valóban hiszel Istenben, és nem csupán Istenben, hanem Istennek, az ő kijelentésének, Jézus evangéliumának, az ő tanításának. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Sziasztok!